Efikát is gyártja és forgalmazza. Ő eljött hozzánk, ő egyébként Linux beta tester és egyéb ilyen beta teszteléseket szokott végezni, és eljött hozzánk, hogy meséljen a dolog Linuxos oldaláról, én meg fogok majd a dolog Amiga oldaláról egy kicsit beszélgetni, már amennyire ez a dolog kötődik az Amigához, ugye erről folyamatosan viták folynak. Beszéljünk egy kicsit először a hardware-ről, ugye az Efika, ezt most így megelőlegez, ő egy Efika, hiszen így szétszedve, ő egy Efika. Ez egy Power PC alapú hardware, amiről majd elmagyarázzuk, hogy ez miért jó, hogy ilyen nagyon pici és egyáltalán ilyen nagyon, szóval ilyen kis egyszerűnek tűnik. Ugye a platform, a desktopon, meg általában a marketingben mindenhol nyomulnak az X86-os processzorok, nekünk is főtámogatunk az Intel, ezzel nincsen semmi baj. De ennek ellenére nekem folyamatosan az az érzésem egy kicsit, hogy a világot, emögött a marketing réteg mögött a más típusú processzorok mozgatják. Az imént volt a mobil előadás, ugye, aki talán többen tudjátok, hogy a mobiltelefonokat ARM processzorok, gyakorlatilag az összes mobiltelefon szinte ARM processzorra épül, néhány régit leszámítva. Ha pedig átmentek a szomszéd szobába, gyakorlatilag mindhárom Next Gen konzolban megint egy másik processzor architektúrát, powereket, power PC-ket találtak. Ezért mi úgy gondoljuk, hogy igenis van értelme mással foglalkozni, mint nem csak az X86-okkal. Ennek az egész Efika vonalnak az Amigás kötődése, meg az egész történelme, az a visszavezethető gyakorlatilag a Phase 5 nevű Amigás cégre, akinek a tervezői rengeteg gyorsítókártyát, és hát az első és gyakorlatilag egyetlen működő Power PC-s kártyát alkották meg a Amiga számítógépekbe. Aztán a Phase 5-nak vége lett, és gyakorlatilag a mérnökök nagy része kivált, és megalapított a B-Plan nevű céget, akik megtervezték a Pegasus nevű alaplapot, amit többféle változatban 2002-től, ha jól emlékszem, egészen 2006-ig gyártottak. És hát aztán tovább kellett lépni, ugye mert megváltoztak az idők, bejött ilyen mindenféle ólommentes, meg környezetvédelmi szabályok, stb. Emiatt sem lehetett a Pegasus tovább gyártani. És hát ilyen meg egyáltalán általában mint ezeknek a rendszereknek, mint általában mondtam, kicsit ilyen második vonalas szerep jut, hogy a mélyben működtetik a dolgokat, nem pedig a desktopon nyomulnak, ahol általában hát ugye az Intel és az X86 processzorok uralkodnak. Ennek ellenére, amit most megmutatni fogunk, az Efika, az bizony alkalmas desktop felhasználásra is, Linux-szal is, és szerintem MorphOS-sel még inkább, de ezt majd meglátjátok a sebességből. A Linux-ról majd Péter fog beszélni, szerintem. Mutatunk látványos dolgokat, meg ilyesmiket is. Most először szerintem tekintsük át úgy nagyjából az Efikának a hardware képességeit. Ez egy, tehát ekkora az alaplap, mint amit látszik ott a dobozban. Ez maga az alaplap. Na most ebben ez egy Winchester így ráintegrálva. A Winchester, ezt mindenki saját maga, tehát ez cserélhető. Ez a doboz, amit láttok, ez a gyári doboz, amiben érkezik. Van benne egy Pico PSU, ez maga a táv, ennyi. 12 voltos külső tápról üzemel. Itt az alaplap, ez egy idevezérlő, és a Winchester alatt található a processzor. Meg a memória. Hűtőbolna nélkül természetesen. Az egész alaplap fogyasztása 4 darab watt. Abból 3 a memória. És 1 a processzor. Tehát körülbelül erről van szó. Itt van egy 3,3 voltos PCI busz, ami szabványos, de ugye a legtöbb desktop PC-ben viszont 5 voltos PCI van, ezért nem minden kártya működik benne, de elég sok kártya azért manapság már olyan, amelyik támogatja ezt a 3,3 voltos PCI szabványt. Ennek az az előnye, hogy nagyon egyszerű a 3,3 voltos PCI-ból ilyen AGP-szerűséget csinálni, ami itt látható. Tehát van az egy ilyen AGP fordító, amivel low profile, tehát alacsony profilú AGP-s videókártyát lehet beletenni. Igen, kérdezitek, hogyha ez ennyire integrált gép, akkor miért nem tették rá a videókártyát is? Hát ez az Efika, amennyire én tudom, ez egy kísérleti projektnek indult, hogy ez mennyire lehet megvalósítani, és aztán annyira olcsón sikerül gyártani, és annyira úgy tűnik, hogy van rá kereslet, hogy végül is gyártják folyamatosan, de ahogy az Efika alapját alkotó System on Chipnek, tehát ez egy ilyen integrált, tehát gyakorlatilag a rendszer egy chipben van, nem csak a processzor tartalmazza, hanem a PCI vezérlőt, a IDE vezérlőt, USB kontrollert, Ethernet vezérlőt, egy csomó mindent. Tehát ennek jönnek újabb változatai, amik most már majd integrált videót is fognak tartalmazni, akkor nyilván még talán ez a PCI is felszabadul egyéb feladatokra.
Hát nagyjából a csatlakozóiról hátul szerintem még érdemes beszélni. Ugye itt látszik, hogy a low profile videókártyának itt van a helye, ami így bele tud helyeződni. Ezt most szerintem ne tegyük bele, majd csak így, csak hogy ez így megy bele. És abszolút, tehát hűtés nem igényel, még a videókártyával együtt sem. Hűtés nem igényel. Tehát gyakorlatilag ez leteszed az asztodra és teljes csöndben működik, mert ugye a laptop Winchesterek, főleg a mai modernek pedig abszolút nem arról híresek, hogy nagyon zajosak lennének. Tehát, hát már amelyik igen, mondjuk ebbe konkrétan egy Toshiba valami elég csöndes, legalábbis ez a típus. Hát ugyan két darab USB található, egy darab Ethernet csatlakozó, szokásos hang, mikrofon, line, akármi. Van egy elmaradhatatlan, ami már a Pegasusokon is volt, nagyon kevesen használták, egy SP, DIF output, tehát optikai hangkimenet. És van egy soros port, aminek az a lényege, hogyha a PCI slotot elhasználod esetleg másra, például Wi-Fi kártyát teszel bele, USB kártyát teszel bele, hogy még több eszközt rá tud kötni, vagy hát szóval bármilyen hasonló kártyát, ami ebben a slotban működik, akkor a gép teljesen vezérhető a soros portján keresztül, tehát a BIOS-a is, a firmware is működik soros porton keresztül. Gyakorlatilag ráköt, a Windows-ból talán többen találkoztatok a Hyperterminál nevű cuccal, azt rádugod, az FIK-t egy ilyen Hyperterminál, és bejön így az ablakba, amit a BIOS üzenetek, és azon keresztül tudod vezérelni a gépet. A Linux is teljesen, tehát nyilván ennek a főleg Linuxos felhasználása van értelme, az is teljesen működik ezen a sorosporton keresztül, így gyakorlatilag, ha nincs szükséged grafikus felületre, mert mondjuk házi szerverként, vagy kisfogyasztású, bármi más feladatra használod a gépet, vezérlési feladatra, akkor ezen keresztül tökéletesen tehát elérhető teljes mértékben a gép. Hát nagyjából nem tudom, mit felejtettem ki a hardware-ről, ha van kérdésetek, esetleg segítsetek, hogy Jimmy? Hol a táp? A tápja, ennek ATX-es tápja van, erről beszéltünk, itt a táp. Ő a táp, ez a táp, ez mind a táp. És van még hozzá egy külső táp, ami 12 voltot ad be a gépnek. Ott, hol van? Itt van, így néz ki a külső tápegysége. Tehát ez sem egy hihetetlen. Egy összerakott EFIKA rendszer egyébként egy Radeonnal, ami azért nem, tehát egy low profile Radeon sem feltétlenül a energiatakarékosságról híres, hiszen azok a mobility chipek, egy olyan 20 watt alatt kihozható fogyasztásban. 10. A Péter kijavított 10. Én még utoljára 20-ról hallottam, de úgy látszik... Én meg kimértem. Ő meg kimérte, 10. Tehát akkor 10 watt Winchesterrel mindennel együtt. Ez szerintem elég jó, főleg arra. Említettem, hogy ez egy 400 MHz-es processzor, ami kevésnek tűnhet, és 128 mega memória van integrálva a gépen. Ez kevésnek tűnik, de szerintem több, mint elég. Talán többen tudjátok, amin én találkoztatok az e-mail címemmel, a Syncon honlapon is kin van, ez a Synergy DFMK-HU nevű gép. Ez egy 120 MHz-es 486-os, 32 MB-mal és 4 GB-os Winchesterrel. És körülbelül 8 éve üzemel stabilan, vagy még, és már akkor is így a hulladék PC-k közül szedtük így a kupac aljáról az alapot, meg a házat, és 30 user-el tökéletesen üzemel. Tehát akkor el lehet képzelni, hogy ez a gép is elég sok mindenre elég, hogyha az ember ilyen célokra akarja használni. Na, szerintem... ha még kérdés esetleg, Jimmy? Köszönöm, tápot megláttam. Tápot megláttam. Tessék? Mikor lesz rá Morpho-S? Nem tudom. És ezzel most teljesen őszinte voltam. Illetve hazudok, Morpho-S van rá, és ezt meg is fogjuk mutatni, hogy mikor lesz kiadva, és mikor lesz a nem beta tesztereknek és a nem fejlesztőknek használható, azt még nem tudom. Reméljük, hogy hamarosan. Van is egy szlájdom, szerintem már is ment. The impact is near. Morpho-S 2.0. Úgyhogy hát ebből kell kiindulni, tehát ne, közelebb van, mint sokan szeretnék, és távolabb, mint sokan szeretnék. Úgyhogy körülbelül erről van szó. Szerintem térjünk rá lassan először a Linux részére a prezentációnak. Én annyit szeretnék mondani, mielőtt a Péternek átadom a szót, hogy nem is, ezt majd később hagyjuk. Akkor Péter, vedd át a szót, kérlek. Csak be kell kapcsolni a másikat. Maradhatnál is egy másikat. Ja, akkor... Vedd le nyugodtan! Akkor mikrofonálunk, így. Akkor lehet... Ja, van elvileg. Oké, okay. És még szól is.
Na, Canik Péter vagyok. A Genezi munkatársának vagyok itt elnevezve. Ez nagyjából úgy igaz, hogy erősen külsős munkatárs. Belsős munkatársal még soha életben nem találkoztam. Külsőssel másfél éve egyszer Brüsszelben. De egyébként jó társaság interneten keresztül tartjuk a kapcsolatot, és jó együtt dolgozni. Na, első, itt azt hiszem, hogy mindenki inkább a Amigás oldalról ismeri a Pegasust, illetve Morpheus, hogy miért, hogy jött ide a Linux. Legalábbis ezt a kérdést szögezték nekem már többször is. Hát ennek erősen pénzügyi okai vannak. Ezt most tudom, hogy cikis hallani Amigásként, de egy jelentősen kisebb közösség a Linuxoshoz képest. És hát így egy idő után kiderült, hogy ebből nem lehet egy céget fenntartani. És hát így ekkor jött az, hogy egy nyitás a Linuxos irányba, bármennyire nem szeretjük, bármennyire csúnya operációs rendszer. De hát valamivel meg is kell élni, és valamivel támogatni kell az Amigás vonalat. És amikor én pedig pont akkor kerültem a céghez, amikor ez kiderült, és szükség volt arra, hogy a mindenféle Linux disztribúciókat, mert hát természetesen két közel hasonló sincsen, azokat valaki tesztelgesse. Én SUSE vagy nem tudom ki volt szereti mondani, tesztelő vagyok már úgy lassan 10 éve, 11 valahogy így. Tehát úgy nagyjából az első megjelenéstől. És hát amikor megjelent a 10-es OpenSUSE, akkor megkérdeztem a BBRV-ket, tehát a főnököket, hogy tesztelhetném-e az ő gépükön tovább, mire azt írták vissza, hogy és a címem hol maradt az e-mailemből, és körülbelül 10 nap múlva már Pegán teszteltem az OpenSUSE-t. Tehát csak és kizárólag tesztelési célból kapott egy gépet, akinek nem lett volna egyértelmű, és ez egy e-mailen múlott. Úgyhogy... Na, de hát azóta szerintem bőven... Szóval jó eredménye volt ennek a... Igen, ez azt jelenti, hogy jelen pillanatban, ami legjobban működik Pegasuson, az az OpenSUSE, illetve működik, csak éppen most már túl nagy jelentősége nincsen az Open Enterprise Server teljesen tökéletesen. Csak kár, hogy új Pegát nem lehet már kapni hozzá. Na, itt ami szintén hoz, nekem szoktak szegezni kérdést, hogy az EFIKA az nem visszalépése, mert hát sokkal kisebb teljesítményű gép, vagyis hát vagy legalábbis, ha nem is sokkal, de kisebb teljesítményű gép, mint a Pegasus. Végülis ebben igaza van a kérdezőnek, hogy számítási kapacitásra maga ez a gép kisebb, mint a Pegasus volt, viszont rengeteg mindenre használható, pont azért, mert kicsi, mérete is kicsi, illetve a fogyasztása is iszonyatosan kicsi. Én például mérőgépként használom, abban nem kell se Winchester, se videókártya, úgy az a 4 watt a csúcsra pörgetés, de mondjuk én 2-3 wattokat szoktam akkor kimérni, amikor sorosporton ketyegtetek egy műszert, ami hát eléggé az elhanyagolható kategóriába tartozik. Na, hát innen is jön az, hogy hát elég sok mindenre használható. Hát desktop gépnek is használható, csak arra kell odafigyelni, hogy hát nem mindenből a legcsillogóbb, villogóbb alkalmazást kell használni. Attól függetlenül a funkcionalitása az ugyanazt meg lehet élni, mint egy 3-4 gigás P4-esen, és egy titkárnőnek az íróasztalára teljesen fölösleges az itt nagyon reklámozott Core 2 Duo. A szponzorunk nevében a Core 2 egy remek processzor. Igen. Csak azt nem. De minden esetben ez ugyanazt a funkcionalitást ezen a gépen bőven el tudja érni, azzal a különbséggel, hogy naponta megtakarít egy rengeteg nagyot a villanyszámlából. Ezt a dobozt, ahogy így össze van állítva, ezt úgy hívják, hogy Open Client, azaz Nyílt Kliens. Ebből látszik, hogy melyik irányba nyomatja leginkább a Genezi az EFIKA-t most. Ez a
vékony kliensek piaca, mert arra bőven elég ez a gép, sőt még sok is tulajdonképpen, hogy egy remote desktop vagy egy VNC elfusson rajta, és ebből most már világszerte elég sok ilyen 10-20-30-50-es telepítésünk van, hogy egy nagyobb szervergépre rakva, és hozzá egy csomó EFIKA kliensként. Szerintem ezt addig körbeadom, ezt a hardvert, hogy itt meg lehessen tapogatni. Azért csak óvatosan, mert ez egy működő hardver, és még lesz szerepe mai bemutatóban, hogy vigyázzatok rá, de szerintem körbeadom, hogy aki kíváncsi, az így test közelből is láthassa. Videókártyát kivettem belőle, mert az egy teljesen hétköznapi PC-s videókártya, úgyhogy hát nem tudom, Jimmy, ha ide összeérte mondjuk, vagy ha így érdekel, akit érdekel, az így belőtheti az órát közelről. Igen, Albertot pont rossz távolság volt, mert ő szívesen beleütné az órát, de hát gyere közelebb is akkor meg. Igen, ne haragudj, folytasd. Amire még elég sok projekt van, azért mondom, hogy projekt, mert hogy létezik egy olyan weboldal, hogy www.powerdeveloper.org, a Genesis-nek a fejlesztői weboldala, ahol egy csomó ingyen EFIKA-ra is lehetett egykoron még pályázni, és ott az ott megadott projekteknek szerintem legalább a harmada az valami set-top box jellegű összeállításnak az elkészítése volt, tehát hogy tévé tetejére valami távirányítóval egy ilyen vagy zenelejátszás, vagy másik szerverről videólejátszás jellegű alkalmazás, vagy akár tévéjátékok, de mondjuk nem ismerem ezeket, szóval nem valami... Nem ilyen 3D-s, tehát nem egy konzol szintű grafikára kell gondolni. Nem egy konzol grafika, de mondjuk a régi C64-es szintű játékok, vagy még annál erősebbek is, azt hiszem Quake 3-at is használnak néhány rajta, azok elműködnek rajta. Ami mondjuk az én mániám, az mérésvezérlés. Ott szintén egy nagyobb számítógép az akár magát a mérést is befolyásolhatja, mert csak abból is, hogy hőt termel, és mondjuk nálam talajkémiánál egy pH mérés az hőmérséklet függő. Tehát maga az, hogy a gép hőt ad le, az már befolyásolni tud egy mérést. Az, hogy odarakok egy EFIKA-t a pH mérő mellé, az gyakorlatilag nulla. Annak gyakorlatilag nulla hatása van. Esetleg itt a háttérben, ha lehetne, akkor elindítanám itt a számítógépet. Igen. Mert csak azért is, mert egy kicsi segítséget szeretnék nyújtani a Charlie kollégának, hogy mire nem jó használni az EFIKA-t, és hogy mivel jó a morfó lesz. Kép. Ahhoz viszont a kapcsoló. Ja, okay. Itt van. Igen, várjál. Ugye beáll. Beáll? Beáll. Szöv. Megjött. Szóval ő egy open source, ha jól sejtem. Jól sejtett, hogy egy open source. A villanyt le tudnátok ott bökni hátul, vagy látszódjon a projektor? És az első az egy antipélda lesz, hogy mire nem érdemes használni a... Ugyanis hogy egyszerűen fogjuk a figurát, meg szeretnénk mutatni, hogy ezzel működik. Ugye manapság a Linux kapcsán egyáltalán a desktopon ez a 3D OS mánia zajlik. Minden átlátszó, minden csillivilli, minden átfédel, keresztül kasul. És hát ezt a Linux is tudja, és rengeteg YouTube videó van, amit sokszor még az XP és az OSX hívők is irigykedve néznek, amin gumiban ugrálnak az ablakok, és 3D kockán forog a akármicsoda. És hát ez működik EFIKA-n is, de... Hát... Egy-egy perc múlva majd látni fogjuk nagyjából. Igen, tehát most behútol a gnóm. Hát mint egy gnóm, jó, lassan bemászik. Szépen, na X beváltott felbontásba. Addig még azért... A kurzorok, remek. Na, még sorolom, hogy mire a mérésvezérlés mondtam. Amit még én nagyon szeretek csinálni, lévén Linuxos rendszergarázdából
kerül vedlekre, mert Genezis munkatársa, hogy én házi szerverként használom. A kolléga úr már mondta, hogy milyen teljesítményű gépen lehet már egész jó web és egyéb kiszolgálást csinálni. Nekem egy ilyen open client gép fut otthon szerverként. Azt a két laptopot, néhány másik effikát, Pegasust, Vigan kiszolgálja otthon. Erről futtatom mindig a beta telepítéseket. Erről megy hálózaton keresztül videó, és hát elég kellemesen használható. Annyi, hogy hát a laptop finyó, mint olyan, nem egy szuperszonikus repülőgép, úgyhogy aminél fontos a sebesség, ott inkább a külső USB-s finyót használok. Ez kicsit biztos, hogy indul? Ez nagyon lassan indul, mondtam, hogy ez nem lesz egy repülő. De biztos, hogy már most nem a GDM-nek kéne jönni még? Hát bocsánat, nekem is az engem is GDM van, de azért az ilyenkor már rég beröffen. Meg tudom mutatni, tehát itt a na, másik, amiről beszéljünk, tehát az FK-t meg lehet vásárolni külön alaplapként is, sőt először csak így lehetett, mert ugyanis ez, ő semmiféle ilyen form factorrel nem akar kompatibilis lenni. Ennek főleg méretbeli és ezzel együtt gyártási okai vannak. Tehát így olcsóbb gyártani, ha kisebb, de így viszont semmivel nem kompatibilis. Viszont ez egy, talán a VIA API-a sorozatról többen hallottatok. Ugye ők a VIA definiált egy ilyen ITX nevű szabványt, ami hát a saját házszabványuk lett. Most ez egy ilyen mikro ITX ház, ebben van az én FK-m. Ezt viszonylag egyszerűen át lehetett alakítani, úgyhogy fogadja a gépet. Aki hetedikben nem bukott meg technika órán, annak szerintem sikerülni fog, ugyanis ezt két darab kartonlapot és némi ollót vett igénybe. Most nyilván itt túlmelegedéstől nem kell tartani, tehát egyszerűen az történt, hogy a ITX házba berögzítettem a szabvány felfogató helyekre a kartonlapot, és aztán a kartonlapra megfelelően elhelyezve az FK-t. És körülbelül ennyi volt a házba rögzítve, és teljesen stabil, tehát nem zötrög, nem temér, hogy nagyon könnyű és nagyon pici, tehát nem nagyon mozdul el. Ugye nincs benne plusz Winchester, stb., tehát elég egyszerű volt ezt rögzíteni. Na, lesz Linuxunk, vagy végleg megadta magát? GDM az úgy színik megadta magát. Ott még működött. Igen. Tehát ez az ördög. Nem figyelj, nem tudjuk meghegeszteni, hogy esetleg a XGL nélkül csináljon valamit? Szerintem akkor inkább az XFC-t. Jó, hát el tudod indítani az XFC-t? Na jó, hát akkor ez nem fog menni most. Persze, miért is menne? Egyébként annyi, hogy tehát látszik, hogy iszonyú lassan indul el, ha éppen elindul, annyi, hogy tényleg lehet forgatni a kockát. Lehet forgatni a kockát, és körülbelül erre jó, mert egyébként mire bármi, tehát a GNOME gyakorlatilag teljesen elfoglal ezt a 180 memóriát, és semmire nem jó gép. Hát ez majd a Morpho-s lesz igazán kontrasztos, ugyanis tehát azon a rendszeren, ami desktop célra a Linux teljesen alkalmatlan, vagy hát gyakorlatilag nagyon nagy megszorításokkal, azon a Morpho-s hát elég meglepő sebessége van, szerintem. Különösen, ha majd az effekteket is figyelembe veszük, amiket művel. Na, szeret, nem szeret. Most valami jobb, most jónak tűnik. Ó, Artifact a barátod. Így lehet, hogy akkor most izén is működik a ilyen izé effekt varázslat? XFC-en. Akkor még gyorsan, amíg ez szép lassan elindul, addig mesélnék valamit. Hoppá! Akkor itt valami tényleg működik belőle. Valami működik az XGL-ből, de nem teljesen. Természetesen az XFC-et, amit arra akartam felhozni, hogy ez viszont gyorsan működik, most ezt is belassította az XGL. Na mindegy. Amiről még szerettem volna mesélgetni egy kicsit, hogy operációs rendszerek hogy állnak. Hát a kolléga úr majd a Morpho-ról. Jó most már? Közelebb. Oké. Okay. Tehát a Morpho-ról majd a kolléga úr fog beszélni, de hát ezen kívül még néhány dolog működik.
Ami az erősen fejlesztés alatt kategóriába tartozik, az a NetBSD, FreeBSD, Solaris, mindegyik valahol ott van, hogy a még a single user üzemmódig nem jutottak el, sőt azt hiszem még a driverektől is messze vannak, úgy a memória inicializálás és környékén tart a portolás, azaz hát még van munka bőven. Van, ami teljesen készen van, csak sajnos demót nem sikerült belőle szereznem, ezt úgy hívják, hogy QNX. Ez talán onnan ismerős néhány embernek, hogy pár éve volt egy olyan, hogy ilyen egyflopis QNX-et webböngészővel le lehetett tölteni, és amikor az Explorer 27 flopiról lehetett telepíteni, akkor ebben a komplett oprendszer benne volt. Ez egy valós idejű oprendszer, szintén mérés-vezérlés adatgyűjtésnél van mostanában a legnagyobb jelentősége. Én is, ha minden igaz, majd erre fogom használni, hogyha LabVIEW teljesen elkészül rá, ami szintén egy erre való szoftver. Na, mi az, ami kész van még? A Linux az, azt én többé-kevésbé kérdőjelesen mondhatom, hogy készen van. Azért mondom kérdőjelesen, mert hogy az FIK-hoz szükséges drivereknek még az FIK-nak minden egyes alkatrészéhez van most már driver, azaz most már legutoljára a hangkártya is használható benne, azaz gyakorlatilag minden működik belőle. Az egyetlen, hogy még mindenhez van stabil driver, de még nincsen minden benne a hivatalos Linux bácsi féle kernelben, ezen még dolgoznak a fiúk. Hogy különböző Linuxok hol tartanak, a B-Plan, az annak idején, amikor megjelent az Efika, akkor egy Debian telepítőt mellékelt még hozzá, az azóta is jól működik, többé-kevésbé, bár hozzá kell tenni, hogy azért kell egy leírás, hogy mit kell kicsit másképp csinálni, mint a hivatalos telepítés. Ami teljesen tökéletesen jól működik, tehát azt nem volt nehéz megcsinálni, mert hát a Gentoo az eleve teljesen fapados telepítés. A Gentoo az nagyon jól működik. A Gentoo-nak az az előnye is megvan, hogy minden szoftver teljesen hozzá optimalizálható a processzorhoz, illetve csak az a azok vannak benne, amire szükségünk van. Igen, hát ez az én hibám, mert rábeszéltem Pétert, hogy mutassuk meg az XGL-t, és aztán kicsit lassúra sikerült, mert hát Istennek nem működik, csak arra jó, hogy belassítson minden. A Gentoo-nak az a hibája van, hogy hát, ami az előnye is, az, hogy minden saját magának fordít az ember, ami viszont hát az Efikát azt nem arra találták fel, hogy masszívan szoftvert fordítsanak rajta mondjuk egy OpenOffice-t, ami mondjuk egy P4-esen is 9 óra nekem. Viszont létezik hozzá jó pár Gentoo-hoz elkészített bináris, amik viszont repülnek, és ott az XGL is repül. Igen, ehhez hozzátartozik, hogy az egyik Gentoo fejlesztő, nem tudom, hogy kell mondani a nevét, Peter van den Abele, vagy valahogy így kell mondani az ő nevét, ő készített nekünk egy Gentoo image-t, amin elvehetek az összes ilyen 3D-s, meg Chilvili repül FIK-n, csak ez másfél gigás DVD image, és ezt ma reggel 9-kor kaptunk meg, és a szerver, amin van, 20 kilobájt per másodperccel közlekedett, tehát egyszerűen körülbelül nem bírtuk letölteni időben. Holnapra megérkezik. Úgyhogy holnapra. Úgyhogy a kijövő pénteken eljön, amíg a klubba az megnézheti. Tehát működés közben a dolgok. Még annyit fűznék hozzá, hogy itt a Linuxhoz, ha nem tudom, hogyha még mondanám valamiket. Még néhány disztribúcióról szeretnék mesélni, aztán annyi. Jó. Mi van még? Debian, mondtam, Gentoo. Ja, hát Gentoo-nál lehet az, hogy keresztfordítás, tehát mondjuk akinek van egy erős PC-je,
azon viva lehet ilyen PC-ről is fordítgatni. De persze PowerPC-ről kényelmesebb. Ubuntu mostanában nagyon népszerű, ennek még semmilyen telepítője nem működik. Ami viszont már működik nagyon jól, és hát ez az én feladatom, ez a SUSE telepítője, tehát azt már lehet telepíteni. Annyi, hogy még egyelőre kell egy kicsit az indítási paraméterekkel játszani, de alapvetően települ, jól működik ez is. Amit itt látunk, ez egy SUSE, csak most csak az X-Gear miatt lassul, de így a grafika egyébként pedig gyors szokott lenni. Mi van még? Fedorát azt vallási okokból, mert hát mindenkinek megvan, hogy melyik disztribúciót szereti, nem szereti, azt nem próbáltam és nem is tudok róla semmit. Akkor mi van még? Ami még érdekes lehet, hogy ha valaki ezt tényleg vékony kliensként szeretné használni, akkor egy minimális hekkeléssel az Edubuntu, hogyha valaki azt feltelepítette a Pegájára vagy egy bármilyen más PowerPC-s gépre, akkor onnantól kezdve vékony kliensként használható hozzá a grafika. Na, azt hiszem hirtelnyében ennyit szeretnék elmondani, és hogyha bárkinek a kérdése van, azt utólag közben, vagy akár most is szívesen válaszolhatok. Kérdés, hogyha van még így Linux-szal kapcsolatban hiten? Én most arra gondoltam, hogy nekem van egy beállított Debian ezen a gépen, és ha már így elrontottuk Péternek a SUSE-ját, hogy ilyen bazi lassú lett, akkor lehet, hogy meg kéne próbálni az én Debianomat elindítani róla, ugyanis azt most itt többször is bebootoltam, és teljesen jól működött, és kiválható sebességgel, több mint kiválható sebességgel. De ha Péter hackkel valamit gyorsan, hogy ne legyen XGL, akkor talán még nála is megvárhatjuk ezt a dolgot. Egyébként még annyit szeretnék itt közben elmondani így a PowerPC-s gépekről, mert ez többeknek így szerintem sötét terület. Hogy bár ezek a gépek nem kompatibilisek, tehát más a, legalábbis mondjuk ilyen szinten, hogy ugye mondjuk PowerPC processzor van a PS3-ban, amin futható Linux, PowerPC van a régebbi Macintosokban, amin szintén futható Linux, PowerPC van mondjuk egy PowerPC-s Amigában, PowerPC van a Pegasusban, hogy bár ezek a gépek így, tehát elméletileg nem kompatibilisek, már olyan szinten, hogy a hardware, a ROM a elég széles választékból épül fel, hogy még közül lehet választani. Ha már feltelepítettél mondjuk rá egy Linux kernelt, akkor esetleg ott hátul, hogyha kíváncsiak még valakik, nem látták az EFIK-át, vagy már arra járt már arra? Füvesi? Ízítsuk a Debian-t. Na mindegy, szóval, tehát ha már elindult egy Linux kernel, akkor már ugyanazok a szoftverek működnek mindegyiken, tehát így fogod, a erősebb gépen fordítod, vagy éppen nem fordítod, mert le lehet tölteni, és szépen át tudod másolni, és ugyanúgy működik. És ez egyébként tehát gyakorlatilag az összes oprendszerre igaz, ami ezen a gépen működik, tehát például a MorphOS-t említettük, az is ugyanúgy a PowerPC-s Amigán, és a Pegasuson, és a EFIK-án ugyanazok a szoftverek működnek, tehát ugyanazok a binárisok, tehát ha átmásolod a kettő közt, akkor működnek. Kivéve, hogyha nyilván valami olyasmi, egyrészt valamelyik hardvernek kicsi a teljesítmény az adott szoftverhez, vagy pedig olyan, például a G4-es processzornak mondjuk az Altivec funkcióját használja, ami ilyen MMX-szerű kiterjesztés. Tehát nyilván, ha az egy PowerPC processzorban nincs benne, akkor az nem működik, de ez gyakorlatilag így van PC-n is, hogyha az egyik processzor extension nincs benne a processzorban, amin futtatni akarod, akkor azon nem működik az adott szoftver. Na, sikerült kiirtani az XG-et? Nem, viszont itt most. Ó, elindult az XGL, hát bámulatos, hol tart már a technika. Ja. Azon egy cirokból, mert hogy ez még egy fejlesztői OpenSUSE, és ez éppen az OpenSUSE frissítő, ami kevésbé indult el rajta. De mondjuk nem csoda, mert hogy még nincs mivel frissíteni. Na. Van óra.
Megjött, ott van a sarokba, eltakarom. Körülbelül 2 perc szerintem, és már is így lehet. De, ne, most nem fédelt ki az ablak, biztos, hogy még az XG-el? Na jó, nem biztos. Na jó, nem biztos. Gyanús, hogy nem megy, ugye? Jó, szerintem, nem tudom, kössük át a másik gépet, aztán azon meg tudunk mutatni dolgokat. Majd. Na most már bejutott valami, még a hangerő szabályzó, ha jól látom. Menü! Menü! Menü van. Komputer. Janúsan gyors. Ja, hogy nincs XG-el, mi? Én azon lepődök meg, mert én ezen a gépen, tehát ezt a gépet én használtam. Mármint Linux alatt az enyémet, és azért ez, tehát ez, nincs mi? Nem megy az XG-el, jó, hát akkor mindegy. Na, akkor... akkor szerintem, jó, akkor szerintem egy ilyen 2 perc szünet, és akkor folytatjuk a ilyesmit. Hardware kötözködés következik. Egyébként az az érdekesség még, ha így szabad elmondani, hogy van a Synconnak a honlapja, azt a beta, tehát volt egy ilyen tesztszisztem, ami minden változtatást teszteltünk, ami ott kikerült az éles változatra, és az a tesztszerver az ez az Epica volt, ami most megy a projekttal. Kék. Reméljük, hogy még kép is lesz. Kék. Kék már van. Oké. Bámulatos. Hát ez volt a Debian. Lesni fejük. És elsőre sikerült beírnom a jelszavamat. Ez például nélkül. Nekem is XFC van fenn, de talán ezzel jobban fog látszani, hogy ez emberi sebességgel is tud működni, úgy nagyjából. Ugyanazon a hardware-en? Ugyanazon a hardware, tehát teljesen ugyanaz, mint a másik gép volt. Tehát nekem ennyi idő alatt jön be az XFC-je, tehát szerintem az azért kiválható. Nagyon, ez a sokat akarunk, de keveset markolunk. Megpróbáltuk beállítani nagyon jóra Péter gépét, aztán nagyon sikerült elkefélnünk, úgyhogy ügyesek vagyunk. Hát az a baj, hogy most gépben hálózat nincsen, tehát így a, mondjuk a böngészőt tudom megmutatni. A IceWiz az nagyon necces rajta, az operát teljesen használható sebességgel működik, feltéve mélyes bereszeli magát. Az használhatónak tűnik. Flokkot? Hát nem tudom, hogy ne, én nem próbáltam, lehet, hogy más igen, én a operát próbáltam rajta. Tehát az úgy működget, valóban egy scrollbar is talán, feltéve megtalálom. Van görgő, na, tehát így, ez működik. Most tudnék Unix-os szájtokat mutogatni rajta, és akkor látható lenne, hogy azért ez nem annyira veszélyes. Tehát ez működik, elég jól. XChat, hát gyakorlatilag ezt szoktam rajta, Open, vagy Opera szokott rajta futni, XChat, és akkor ilyesmi. Mondjuk én nem próbálom, tehát ugyanaz a szoftver van rajta gyakorlatilag, mint a Pegasusomon, azon beüzemeltem az XG-el, de ezen még se időm, se bátorságom nem volt neki állni. De mivel Péternek sikerült ott összehoznunk az asztalon, és működött és forgott a kocka, ezért úgy gondoltuk, hogy megpróbáljuk megmutatni, de hát nem jött össze. Szerintem, hogy nagyjából, nem tudom, ha valakinek van még Linuxos kérdése, akkor szívesen esetleg. Péter, van Linuxos kérdése? Igen, bocsánat. Valaki más? Nem tudom, hát fel se tudja. Mondjuk a XFC terminál elég lassan indul el, de az minden lassan indul el, mert az... Nem tudom, az XFC-et, aki nem ismeri, mostanában nagyon felkapott lett. Ez egy ilyen lightweight desktop, ami a... többen, tehát ugye van a GNOME meg a KDE, amit mindenki ismer, mert csapból is folyik így Linuxos körökbe, de elég bloatware mind a kettő, tehát így
hogy úgy mondjam, bazi nagy és bazi lassú mind a kettő. Ami persze egy Core 2 duónak nem tétel, de ugye itt, ha a hőleadásról meg ilyenekről beszélünk, amiről az elején, akkor viszont az azt jelenti, hogy tehát egy gyakorlatilag 10 évvel ezelőtti gépen kellene jól futnia. Tehát ha mondjuk egy 400-as celem, ami valami jól megy, akkor az ezen is jól megy. És hát ez az XFC-t arra találta ki, hogy nagyon kis teljesítményű gépeken is viszonylag jól működjön, és ez nagyon sokat segít az Efiken. Tehát Gnome az gyakorlatilag eszelős lassú rajta. Egyszerűen azért, mert maga a desktop, hogy benn van az a két csík alul fölül, az megette az összes memóriát, és az XFC-vel ez nem fordul elő. Tehát ha veszel egy viszonylag olcsó ilyen használt PC-t, és arra XFC-t teszel, akkor azon is teljesen jól használható. Nekem a barátnőm édesanyja és húga dolgozik gyakorlatilag ilyen P2-350-eken alig memóriával, XFC-vel is teljesen használható gép, tehát egyszerűen mert arra volt keret, és ezért azt kellett megvenni, de teljesen jól működik. Nem tudom, szerintem mutassunk... Morpho-est, mert az sokkal érdekesebb, mint a Linux, mert Linuxot mindenki láthat otthon, és azt is láthatja, hogy lassú. Most lássunk valamit, ami gyors. Igen, hát a Linuxnál takes time, hogy rájöjjön, hogy őt lekapcsoltam. Kék. Ott lenne a monitorom, már van egy érkurzor. Na, aj. Actions. Ez a kedvenc Linux. Nézd, egy shutdown. Legjobb. Ja, meg se a dáma. Azt hittem, hogy már végzett. Igen. Viszont sikerült se a dáma, amikor újraindítást kellett volna nyomnom, bökje meg valaki a gépet. Cél, légy szíves. Hol? A elején van egy gomb a tetején. Gombe. Ott. Ügyes vagy. C-off láthatósági mellény team. Na, lesz valami. Ah, megjött. Hogy? Mutassunk egy kis open firmware-t is. Az open firmware, ez egy firmware szabvány, ami gyakorlatilag a Mac-eknek a firmware is erre épül, bár ez Apple eléggé szép patchelte, és eléggé megváltozott benne egy csomó minden. A Sun-okban is azt hiszem hasonló az örök. Micsoda? A Sun-tól származik, itt mondja Péter. Efikában is egy ehhez hasonló van, amit szintén eléggé szép patcheltek. Van benne, beszéltünk arról, hogy mezei PC-s videokártyákat fogad az alaplap. Ez úgy azért kivitelezhető, mert a firmware-ben többek között van egy X86 emulátor, ami a valós módú BIOS-át a végig a kártyáknak tudja initializálni. Én többféle, elsősorban Attila Deon-nal is ilyen XG, amilyen SIS származék, ilyen kártyákkal használják ezeket a gépeket. Én többféle kártyát is próbáltam benne, egészen a régi Atari Jack-től, egészen mostani ilyen 9250-es Radeonig, amit még AGP-ben lehet kapni. És tehát a firmware, tehát szépen incizál majdnem mindent a BIOS, tehát a firmware, úgyhogy ez elég jó. És amit én nagyon szeretek ezekben a firmware-ekben, és egyébként agyvérzést kapok ettől a PC-s BIOS-ban, hogy így kapok egy csicsa felületet, és nem tudok mit csinálni. Tehát ezekben a firmware-ekben van egy prompt, amin keresztül sok mindent lehet állítgatni. Vannak ilyenjei, hogy kiírja, hogy milyen beállításai vannak, és az atomfapadnak tűnik, de az ember tudja, hogy mit akar csinálni, és tudja, hogy azt hogyan akar megcsinálni, akkor nagyon sokkal jobb eszköz, mint egy ilyen menüs varázslós csoda. És ezt is viszonylag egyszerű beállítani, az ember egyszer beállítja, és utána soha többet nem kell vele foglalkozni, tehát ez viszonylag jól működik. Ki lehet listáztatni például a Winchesterek tartalmát. Például ez a Morpho és Partition tartalma, ugyanis a firmware előadását, vagy mielőtt átadtam neked a szót, kicsit átváltok angolra. If I'm right, the members of the Morpho's team are watching the stream now, at least some of them. So greetings here from Hungary, and I hope I had quite a little time to prepare myself for this presentation, but I still hope you will like it, and it's dedicated to us. And thanks for creating my favorite operating system. Na, tehát vissza egy kicsit ehhez a
prezentációhoz. A Morphos 2.0-ban elég sok új, ugye az 1.4.5-öt itt már elég sokszor bemutattuk Magyarországon is, és elég sokan ismerik. És hát viszont a 2.0-ra, illetve ami eleinte 1.5 névre hallgatott, és még ez a verzió is 1.5-nek mondja magát, de valószínűleg 2.0 név alatt lesz kiadva. Ez elég régóta várat magára bizonyos okok miatt, amiért most nem menjünk bele, mert sokat és csúnyát lehetne róla mesélni, de minden esetre most már úgy tűnik, hogy hál' Istennek eléggé felnőttek az emberkék ahhoz, hogy elássák a csatabárdot, hál' Istennek itt nagyon felnőtt gondolkodású emberek fejlesztik a Morphos-t, és sikerült az összeveszések után nagy kivékuléseket prezentálni. Ennek elég sok látványos fejlesztés az eredménye, amiből most egyet szeretnék megmutatni. Ez pedig az, hogy gyakorlatilag teljesen újraírták a Morphos-nak a felületkezelését és ablakkezelését, és úgy valósítottak meg benne modern háromdimenziós effektusokat, hogy mindez teljesen kompatibilis maradt a klasszikus Commodore Amigáknak a felhasználói felületével és egyáltalán API-val és bármivel, tehát továbbra is ugyanazok az Amigás alkalmazások futnak, gyakorlatilag sebességvesztés nélkül, a korábbi, sőt bizonyos esetekben még sokkal gyorsabb is, mint a korábbi rendszer, és hát gyakorlatilag háromdimenziós effektusokat is tud, amiket mindjárt meg fogok mutatni. Itt már látszik is, hogy a háttérben átlátszó lett az ablak. Tehát ez teljesen ilyenkor, ilyen valós időben működik. És lehet a egyik ablak mögött, előtt, mögött, között húzkodni a dolgokat. Tehát ez teljesen sebességvesztés nélkül működik így egy 400 MHz-es gépen. Természetesen ez a Bentley Ati Radeon-nak a gyorsítását használja. És hát nyissunk meg még néhány ablakot, hogy igazán fofás legyen. Ez már itt volt. Még egy RAM diszket is. Még a system. Ez melyik a system? Ez a system. Hol vannak az ikonok? Itt vannak az ikonok. Nincsünk egy Amircet, mert úgyse tud futni, szerencsétlen. Na tehát talán ez így már jobban látszik, hogy eléggé jó pofa sebességgel tudsz örögni. Úgyhogy, hát nagyjából ilyen a... És tehát FIK-án is működik, mert ezt bemutattuk már ezt is Pegasuson, aztán nem rég volt egy bemutató, amit Lengyelországban tartottak ennek a 3D Layers-nek a fejlesztője, aki lengyel, és hát ő mutatta ezt be, aztán meg itt Magyarországon is. De szerintem FIK-án, így Magyarországon biztos, hogy most mutatom be ezt először, már csak azért is, mert tegnapig nekem sem ment. Hanem ezt most frissítettem itt fel. A part ideje alatt. Többektől megint elnézést kell kérnünk, mert például Emerik készített nekünk egy hátteret direkt a bemutatóra, amit nem volt időm betenni, meg átmásolni másik gépekről. Erre az a mentségem, hogy ami most van be háttér, azt is Emerik csinálta. Tehát így talán megoldódik ez a konfliktus helyzet. Enyhítő körülmény, igen. Hát szóval lehet ilyen tornazsákos. Többen mondták, hogy az első dolog, amit kikapcsolnak operációs rendszerekbe, az a ilyen 3D-s átlátszós trutyi. Na most az a baj, szerintem ez alapvetően azért van, mert rosszra használják. Azért lehet, szerintem nem vagyok OSX hívő, tehát ezt nem azért mondom, de az OSX-ben szerintem egy jó példa arra, hogy lehet átlátszósági és látványeffekteket úgy is használni, hogy ez ne legyen zavaró és kellemes legyen. Tehát kellemes legyen használni tőle a rendszert és jobbá tegye. Arról pedig nem is beszélve, hogy azért tehát nem csak ilyen céltalan dolgokra való ez, hanem például ezzel az is lehetőség, arra is lehetőség nyílik, hogy egy alfás bitmapos ablak az teljesen integrálódjon a rendszerbe. Nem tudom, igazából nem tudom, mit mutathatnék még. Sok mindent lehetne mutatni Morphos-ből, bár ezen a gépen nagyon kevés van fönn, mert ez egy beta gép. És ez nagyon csak ilyen kutyafutánban lett összerakva. A menü is átlátszó, igen. Abut Morphos, igen. Előre nézi, ott is látod. Ott jobban látom, én odáig nem látok el. Tehát, tehát akkor... Nem tudom, ha van kérdés esetleg a Morphos-ről, azon kívül, hogy mikor fog megjelenni a 2.0, mert ezt nem tudom, akkor szívesen válaszolok rá.
Nem volt kérdezni valamit. Tudom, hogy te tudod a válaszokat is, de... Jimmy szeretne valamit kérdezni. Jimmy, kérdezz! Tudod használni teljes értékű desktopként úgy, mint tudtam, mit tudom én, egy Linux, Ubuntu, vagy egy Windows használni, mint van rajta van Office, vagy ilyen hasonló dolgok? Hát teljes értékű desktopként tudom használni. A legnagyobb dolog, ami nagyon régóta hiányzik az Amiga-s rendszerekről, az egyik az egy ilyen Office szóhiteszerűség, a másik pedig egy normális böngésző. Most a normális böngésző az valószínűleg megoldódik, olyan szempontból, hogy van egy KHTML alapú, ami gyakorlatilag ugyanaz az engine, mint az Apple-nek a Safari-ja is használ, meg Nokia-s böngészők, amik létező termékek, tehát telefonokban, aztán ez a WebKit, ami ilyen KHTML származék. Abból van egy félkész port, ami befejezésre kerül. Ez elképzelhető, hogy benne lesz a Morpho és Ketunába alapból, de biztos, tehát így ki lesz adva, ha nem lesz benne, akkor pedig letölthető lesz külön. Ezt is egy lengyel srác fejleszti. Nem tudom, hogy megmutatni, hogy nem volt időm átmásolni a gép előtt, de működik benne a CSS, minden ilyesmi. Office Suite-unk az nincsen. Na most erre ennyit tudok mondani, hogy én nem nagyon használok Office Suite-ot. Tehát Nem ezért, mert nincs, hanem mert amúgy sem, de tessék? Van egyébként egy-két próbálkozás, nem aggód, mondja a Papyrus Office-t, meg egy-két hasonló, meg régi Amigás szoftverek, táblázatkezelők, vannak ilyen szövegszerkesztők, azok működnek. De ezek nem, tehát ilyen Word 6 szint maximum. De most arra, hogy anyukám levelet írjon, mondjuk arra elég, tehát ilyen alapvető célokra elég. Úgyhogy... Egy kérdés. Igen? Unicode? Például? Van benne. Egyrészt ezt mostanában integrálják, úgyhogy rendszer szintű legyen. Már ilyen free type, tehát a true type fontoknál már nagyon rég van, mostanában kezdik ilyen rendszer szintre felhozni. Gyakorlatilag van, tehát lehet az operációs rendszer egyébként teljesen lokalizálható, ez most itt angol, de én magam csinálom magyar fordítást például. De több más nyelvre is készült, köztük például oroszra is, meg távol-keleti nyelvekre is, egy-kettőre, legalábbis részben, és tehát ahhoz nyilván kell az ilyen motivált karakter támogatás, és van, és létezik, és egyre inkább működik. Úgyhogy létezik ilyen, igen. Más kérdés, hogyha van? Mutatok még néhány dolgot itt talán, hogyha sikerül. Van egy ilyen prefsz alkalmazásunk, ami bejön, csak ezt sikerült bazinagyra kinyitni magát. Na, gyere a sarokba, cic. De legalább jól látszik, hogy átlátszó. Ja, hogy jó. Ott a farka. Megfogtam. Na, van ilyen prefsz alkalmazás. Ami többek szerint borzalmas, mert át lett írva, de többek szerint szeretik. Azt akarom csak megmutatni, hogy van benne ilyen network prefs, hogyha éppen úgy gondolja. Tehát a régi MorphOS-ben nem volt, a 1.4.5-ben nem volt hálózati támogatás, ami nem azt jelenti, hogy nem lehetett internetre használni, hanem azt, hogy a régebbi Amiga szoftvereket kellett rá föltenni. Most az 1.5-ös MorphOS-ben ezt is megoldották, tehát van TCP stack, és alapból működik, és van az FIK-hoz is mindez driver benne. Tehát szól a hang, bár azon még vannak, tehát azon még dolgoznak, mint láthatóban kép, tehát megy a 3D támogatás, mert hiszen vannak 3D layerek, megy a hálózat, és hát gyors, tehát nem tudom, hogy itt a Linux-os görcsöléseink után szerintem elég erős a kontraszt ahhoz, hogy ez viszont nagyon is pattan rajta. Egyébként, hogy én mire használom az FK-t meg a Pegasusomat, így MorphOS alatt, hát én erről levelezek, ugye ez nagyon jó e-mail szoftver van rá, bár ezt inkább a Pegasusról lehetne jól megmutatni, mert ott be is van rendesen állítva minden. Én azt használtam e-mailezni, ezzel a böngészővel is, régebbi Amigás böngészőkkel elég jól tehát ezzel a beta böngészővel, amiről beszéltem, és a régebbi Amigás böngészőkkel elég jól el lehet lenni webben is. Nagyon jó SSH, ilyen konzol van rá, ami jobb, mint a Windows-os pultja, és én például kezdem jobban szeretni, mint a rendes Linux-os, tehát egyszer jobb vele dolgozni, mint Linux-sal. Szerintem Laj szoftverről sokat tudna mesélni, mert hogy ő Amigán és egyáltalán MorphOS, ahol tud szokott PHP-t fejleszteni. Én azt úgy fejlesztem, hogy használom az FTP módot. Menjél ki mikrofonhoz! Gyere ki, Laj! Menjél, Laj! Laj nem jön ki. Ő, az az úr, egyébként tapsot szeretnék neki kérni, ő fejlesztette a party szisztemet, ami egész kiváló. Akkor az FTP módot magyarázd el, hogy miről
Gyakorlatilag az FTP mód egy olyan szoftver, amivel FTP is nagyon egyszerű, szerintem ilyen legtöbb op-rendszerben van. FTP-ket lehet meghajtóként vagy valahol a file rendszerbe becsatlakoztatni, és ezen keresztül lehet dolgozni. Na most ez sikerült Morphosen, meg egyáltalán Amigán, hiszen ez egy Amigás szoftver eredetben, de van Morphos natív változata is. Olyan szinten megoldani, hogy tényleg, tehát mint a helyi, gyakorlatilag mint a helyi Winchesteren dolgoznál vele, és tehát nagyon kényelmesen lehet fejleszteni vele. És ez párosodva párban a különböző egyéb ilyen távirányító meg minden túlokkal remek kliensé teszi például egy Linuxos fejlesztéshez, vagy ilyesmihez a gépet. Én például sokkal jobban szeretek így dolgozni Linuxon, Morphos felülettel, mint mondjuk rendesen Linuxon. Ja igen, Amigásoknak igen, fut rajta CED. A CED az a szövegszerkesztő, de Laj majd biztos mond rá más, tessék, itt a CED, ez a CED. Ez olyan, mint a Unixon a VI körülbelül. Hát igen, csak jobb, mint a VI, de körülbelül az a kategória. Tehát ez ilyen, van benne keresőablak is. Tessék, ilyen, és ez egyébként PPC natív, tehát ez fullos. Igen, fut rajta a CED. És hány kattintásban ne kicserélni egy villanykötőt? A villanykötőt nem kell kicserélni, tehát így. A villanykötő jó úgy, ahogy van. Nincsen villanykötő, fénycső van. Igen. Szóval ilyesmi. Úgyhogy nem tudom, van esetleg még kérdés, ami ilyesmi, aztán akkor lassan. Ja, igen, igen. Hány éves a kapitány? 42. Még egy dolgot szeretnék mondani, mutogattuk itt az EFIC-át sokaknak, Linux-val és Morphos-sal is. Amik körbeadtunk gépet, ide adott Péter, légy szíves. Tehát van itt ez a gépünk, ez a gép, amit mutattunk. Ezt a Genesis küldte nekünk, most direkt ide a bemutatóra, hogy körbe tudjuk adni és meg tudjuk nektek mutatni, annak ellenére, hogy nekünk van gépünk. És ezt föl is ajánlhatom valakinek, ezt a gépet, hogy aki szeretne valami projekttel jön hozzánk, és nyilván megbeszéljük a Genesis-vel, hogy őt ez érdekli, és szeretne rá valamit fejleszteni. Hiszen mi is azért kaptuk ezeket a gépeket, az enyémet is, Péter is az övét, hogy hát mi fejlesztünk rá, és ez nyilván javítja a szoftverkínálatot, vagy hát valami pozitívat végzünk így a géppel. Szóval valakit érdekel, és szeretné ezt a gépet, ami itt a kezemben van, akkor jelentkezzen, és akkor ebbe teszünk a lépéseket ez irányba, hogy ezt realizálni lehessen. Úgyhogy, hát köszönjük, és ezután szeretnénk megköszönni is természetesen a Genesis-nek a támogatását. Ez volt itt a reklám helye. Úgyhogy, teljesen fullosan, Winchesterrel, grafikus kártyával, mindennel együtt, táppal, dobozzal, dokumentációval, mindennel együtt, ez így oda lehet adni ezt a gépet. Úgyhogy majd a bemutató után szerintem, ha aki jön hozzám, akit érdekel, azzal tudunk erről beszélgetni. Hát szerintem akkor ennyi volt az EFIC-a bemutató. Köszönöm, hogy megnéztetek, és köszönöm, hogy így a bénázásunk ellenére velünk maradtatok. Aztán remélem, hogy volt, ami tetszett, és remélem, hogy majd, hogy még akkor, hát ha ti is egyszer úgy döntötök, hogy valami feladatra pont egy EFIC-a a legmegfelelőbb.